A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu Nagyon nagy szeretettel köszönjük a kedves nézőket! Önök a VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatják, és más hangszeretett társalgás adássorozatunkban. Végtelen szeretettel és tisztelettel Szolár Szilviát köszöntöm a stúdióban. Szia, köszöntöm a nézőket! Hogyha valaki nem ismeri Szilviát, akkor Szilvia az életveszélyek biológiájának kutatója, nagyon sok csodálatos törvényszerűség feltárója, az életvédő mechanizmusok és az önismeret közötti összefüggések jelentőségének a kihangsúlyozója, a Kiút című könyvnek a szerzője, nem veti meg és tanulta a pszichológiát, a hipnoterápiát, és tudom, hogy van neki mesekönyve is. De most nem ez a fontos pontosan, hogy mi a mesekönyv, ami még nekem nagyon-nagyon a szívemhez szól, és nagyon különleges dolognak tartom, hogy bénult mozgató idegrendszereknek a stimulációjával is foglalkozol, és ezt én magát a szemléletet is nagyon fontosnak tartom, hogy beleépült a te munkásságodba, hiszen valahol az ember megmentésére, jobbítására, boldogulásával foglalkozol, és felfedeztél ugye egy olyan területet, ami nagyon meghatározza azt, és nagyon irányítja azt, hogy mi hogyan élünk, és hogyan cselekszünk. Szilvia majd elfogja, ha majd hagyom szóhoz jutni, akkor el fogja mondani, hogy mi ez az egész életveszélyek biológiája és az életvédő mechanizmusoknak a lényege, hogy mi az, ami igazából mindenkinek felismerhető a saját életében is, és tetten érhető. És az első kérdésem az hozzád az, hogy hallottál-e Kamasukáról, arról a japán katonáról, aki egy ilyen szamuráj családnak a sarja volt, aki a Fülöp-szigeten még a háború vége után nem hitt el, hogy vége van a háború, és nagyon sok évig még egyedül háborúzott. Tóth Zoltán volt az, akinek az oldalán olvastam, hogy a tudatalatti az tulajdonképpen olyan, mint Kamasuka, hogy nem veszi észre, hogy lejárt azok a dolgok, amikben ő igenis az életünk felett átveszi az irányítást, tehát hozza az őseink dolgait, és az őseink döntenek ebben a pillanatban, hogyha valami veszélyben vagyunk. És akkor Szilvi, először mondd el kérlek röviden, hogy az életveszélyek biológiája micsoda, és akkor, hogy tényleg hasonlít-e a tudatalattink Kamasukához. Köszönöm, nagyon megkönnyítetted Kamasukával ennek az összefoglalását, hiszen valóban az életveszélyek központi szerepe a személyiség, az életviteli problémák okaként, indító erőforrásaként, ez tisztázásra és igazolásra került, és valójában azt kell elmondjam, hogy mindannyian még mindig ugyanezt az életet éljük, még ugyanúgy háborúzunk, nincs vége a háborúnak, hiszen az életveszélyek biológiája pont azt igazolja, hogy ezek a régi háborús, bármilyen életveszélyek, de meghatározóan az egész nemzetet érintő, egész földrészeket érintő történelmi életveszélyek olyan súllyal rakódnak a reakcióinkra mintaként, hogy békeidőben sem tudunk tőlük szabadulni egy könnyen, nem is tesszük, mert a tudattalan, ebbe már sokan egyetértenek, nem is nagyon vitatja senki, mióta ezt a rendszert felfedeztem, hogy igazából az életveszély pillanatában és utána rövidebb, hosszabb ideig, általában 7 napig hajlandó befogadni a szavakat, a mondatokat, a gondolatokat, olyan teremtő ereje van friss életveszély esetén, hogy életutakat változtat csodává egy-egy frissen túlélt életveszély megfelelő átbeszélése. Hogy a poszttraumatikus stressz elenyésző vagy nincs, hogyha ideje korán az életveszély túlélése pillanatában, illetve az azt következendő napokban pontosításra kerül, hogy miért is maradtunk életben,
és mik azok, amik közömbösek voltak azok a körülmények. Hiszen az életveszélyek biológiájában most már közel 3,5-4 ezer tünetet megvizsgálva, azt kell mondani, hogy nem csak, hogy elkerüljük, mint a hollók és minden állat a fajtárs halálának a körülményeit, amit az állatoknál megfigyeltünk, és ez egyértelmű, ez már természetes, azért mi is tudunk annyit, mint egy holló, hanem újra éljük, tehát amit az epigenetika feltárt, hogy létezik valamiféle újraélési kényszer az életünkbe, valljuk be, ki az, aki nem lépett bele még ugyanabba a pocsolyába, amit azt érezzük, ugye, amit kellemetlennek érezzük, úgy érezzük, hogy újra és újra éljük. Ennek az az oka, hogy valamelyik ősünk életveszélyben azt túlélte, és ha nem lett megfelelően átbeszélve, akkor a túlélést éppen nem segítő életkörülményeket is, mint például a szegénység, a nélkülözés, a szeretet hiánya, ezt is szépen újra kialakítani igyekszik a tudattalan, mint a legvalószínűbben túlélhető életkörülményt számunkra nagyon aranyosan. És hogyha megengeded, itt még el is mondom, mert annyira kívánkozik ez az egy észrevétel még, hogy ezt úgy teszi az emberiség, hogy ezt a nonverbális kommunikációval, hanglejtésben, gesztikulációval, kifejezéssel, a kéz-láb használatával, testtartással, mosollyal, tekintettel, az állnak egy mozdulatával gyönyörű kódrendszert kialakít, amit a fajtársak, az emberek egymásról is leolvasnak. És emberbaráti szeretetből, hát, ha te úgy éltél túl, hogy téged megaláznak, úgy látom, nagyon lefele nézel, közmondás is született róla, a lehajtott fej inger a lábnak, hogy belerúgjon, tehát a nép ismerte ezt a jelenséget, akkor a környezet bele fog rúgni, mert ő így élt túl életveszélyt, lehet, hogy nem ő, hanem a nagypapa az államvédelmi hatósággal diskurálva, vagy a kihallgatásaikon résztvevőként, ha így élte túl az életveszélyt, a környezete így fog rá reagálni. És ettől nem biztos, hogy rossz az a környezet. Ez a felismerés egy teljesen új világot képes elhozni mindannyiunk számára. És talán egyszer vége lesz a háborúnak, úgy, ahogy a japán katona számára egyszer valamitől csak vége lett, a civilizált embereknek nem. Nekünk nincs vége még a második világháborúnak sem, az elsőnek sincs még vége, de nem akarom ezt annyira bőven kifejteni. Mai haragunk, bosszankodásunk, megbántottságunk hátterében, amikor én azt hiszem, hogy te bántasz engem, te azt hiszed, hogy én bántalak téged, mind a ketten nagyon áldozatok vagyunk és szentek, mert ehhez azért nagyon sokan nagyon jól értünk. Ez egy tipikus első világháborús nyugati frontos harcoló nagypapát rajzol le, hiszen ott úgy maradtak életben, hogy egymást meg kellett támadniuk azoknak, akik amúgy összebarátkoztak és karácsonyfát adtak egymásnak. Az álló háborúra gondolok a Mazsinó vonal mentén. Ez egy történelmi tény. Mennyire izgalmas Kamasukának a története, még abból a szempontból is, hogy tulajdonképpen a saját butasága, hülyessége és fejetlensége csinált belőle egy óriási hazafi hőst. Ugye ma őt ünneplik Japánban, és ugye mi a fejetlenségnek az üzenete? Maga az, hogy valaki egyedül él egy szigeten és háborúzik, háborút folytat valakivel, ez számomra megkérdőjelezi az elmebéli állapotát. Ennek a történelmi ténynek még nem jártam utána, és az, hogy ki mit gondol erről az emberről, már az is a saját életveszélyeinkben rejlik, hogy szerintem meg kéne vizsgálnunk az elmebéli állapota, megmaradt-e magányban mindvégig, és akkor érdemes-e hősként ünnepelni, vagy inkább egy részt látunk a pajzson, hogy hoppá, ezzel a témával foglalkozni kell, és úgy fordítjuk a hasznunkra az ő akár hősiességét, akár egyszerű esetét. Tehát, hogy van, aki hősként ünnepli,
ő neki az az őt életben tartó érzelem, hogy ő egy ilyen jelenséget hősként ünnepeljen. Számomra mindig az a kérdés, hogy hogy tudom ezt a hasznunkra fordítani, az emberiség hasznára, mire mutat rá ez, amire eddig nem figyeltünk fel, mert olyan könnyedén átsiklottunk mondjuk egy részlet fölött. És hogyha ő elmebéli állapotában fejetlenül viselkedett, akkor ez már magyarázza azt a fejetlenséget, ahogyan ő rá tekinthetnek akár az utód generációk. De egy konkrét példa is rendelkezésünkre áll a fejetlenségről, és erről sem tudunk, hogy az annak a katonának az életében előfordult-e ilyen, tehát én már egy kicsit úgymond a szakmám betege vagyok, mert előbb mindig az életveszélyeket szeretem tudni, és onnan nagyon jó pontossággal, nagyon nagy pontossággal meg tudom mondani, hogy mi is történt, mi is zajlik a lelkekben. Eset nem is egy, hanem több ilyen eset történt, amikor egy nagypapa szaladt a háborúban, lőttek rájuk, és a barátja, társa mellette futott, és ellőtték a fejét, nem volt feje, de a katona futott tovább. Ez a mi családunkban történt. És az volt a szóhasználat a családban, mondta a lányom, amikor kiderült ez az életveszélye a papának, hogy ja, hát azért szoktad mondani, anya, mindig, hogy mekkora fejetlenség van körülötted. És ez magyaráz egyfajta olyan hozzáállást, hogy én miért választok, anélkül, hogy tudnék róla, olyan munkahelyeket, vagy hát régebben, amikor munkahelyen dolgoztam, ahol ki se láttam a feladatokból, mert fejetlenségnek kellett körülöttem lennie. És amikor képzésen ezt elmeséltem, akkor akik kuncogtak, azok szintén rendelkeztek ilyen példákkal, és én döbbentem meg a legjobban, hogy ezzel nem egyedül voltam egy ilyen súlyos, szomorú életveszéllyel a pár nemzedékkel fölöttem, hogy valaki menekül a háborúban, és a társának ellövik, nem tudom máshogy mondani, a fejét. Ott is az egyik tanítványnak ellőtték a nagypapája mellett futó katonának a fejét, és azért kuncogott, mert náluk is az volt a papa szavajárása, hogy fejetlenség. Élnek, és fejetlenség van körülöttük. Mondtál egy csodálatos dolgot az elején, hogy valójában akkor nem bántjuk egymást, hanem úgy, mint a növények, ahogy támogatják és kommunikálnak egymással, és igazából éltetik, életben tartják, szimbiózisban tartják az egész élő közösséget. Létezik az, hogy az emberek is így élnek? Mindenképpen. Egyrészt azért, ahogy Bruno Gröning említette, nincsenek állatok, növények, és emberek csak élőlények vannak. Tehát ne gondoljuk, hogy attól, hogy mi nekünk egy picit nagyobb rálátásunk van a bolygóra, hogy ránk nem vonatkoznának az alapvető biológiai törvények. És hogyha logikusan gondolkozunk, akkor egy fajtárs jóléte, jólétben tarthat minket. Nekünk az biológiai előnyünk, hogyha a fajtársunk jól van. Tehát nincs igazából logikus okunk arra, hogy egymásnak ártsunk. Hiszen, ha én egy olyan közösségben dolgozom, ahol a többiek is kreatívak, ügyesek, okosak, mennyivel jobban tudok én is gondolkodni. Tehát nekem kimondottan az életben tart jobban, a sekereimhez jobban hozzájárul, ha a többiek jól érzik magukat. Hogyha mindenki szenved, killódik körülöttem, akkor a témának vannak kutatói, akkor ez az én hangulatomra is rányomja a bélyegét. Ha én mosolygok, előbb-utóbb az emberek felderülnek tőle, és hogyha ez az én érdekem, mert amikor borongós körülöttem mindenki lefele néz, nem látjuk meg a lehetőségeket. Tehát alapvetően szerintem kimondható, hogy a fajtárs jóléte az mindenki érdeke, ezért kapcsolódnak össze az erdei növények, akár láthatatlanul számunkra a föld alatt, hogy egymást táplálják, segítsék, mert nyilván tovább életben tud maradni. Ez a klasszikus példa, egy erdő, amíg erdő, ha már mindenki kihal, és már csak egy-két fa áll azon a helyen, akkor a talaj is könnyebben kiszárad, mindenki életesélyei csökkennek. És lehet, hogy most úgy érezzük, mert még nem hétköznapi
tudatosságban éljük az életveszélyek biológiájának a kincsét. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy most jó lenne azt legyőzni a vezetés közben, vagy bármikor, de ha most hirtelen itt lenne egy olyan katasztrófa, hogy 10 kilométeren belül maradt egy ember, hát mindent megtennénk, hogy megtaláljuk egymást, és szót váltsunk egymással. Ez a túlélésünkhez szükséges mindenképpen, ez a záloga, hogy megtaláljuk egymást, illetőleg egy szó, egy mosoly ezerszeresét éri. Akkor én szerintem érdemes már most így tekinteni ezekre a kincsekre. És hogyan tudja azt a kivágott erdőt megmenteni egy kártékony rágcsáló? Egy nagyon jó kérdés. Egy kártékony rágcsáló. Nézzük, csak a minap hallottam egy mókusról. Nem tudom a forrást megjelölni, csak megmaradt bennem a bája a történetnek, amint valakit derűre késztetett, hogy megtudta, hogy a mókusok a 80%-át a gyűjtött diónak, mogyorónak, és amit ők elrejtenek, nem találják meg. És sokak számára ez a tipikus példája, akár az emberiségnek, van, aki imádja a mókusokat, mert puha, kedves, aranyos kézből lehet etetni, van, aki kinemálhatja őket, mert leeszi a termését a fájáról, elhordja, ráadásul most megtudta, hogy 80%-át meg se találja, van, aki nem szereti őket, mert a kismadarakat és a tojásokat erősen pusztítja az erdőben a mókus, ezt az oldalát kevesebben ismerik a mókusnak, viszont amire még nem gondoltunk, hogy az erdők így voltak képesek kialakulni, hogy volt egy ilyen kis haszontalan rágcsálójuk, egy kis tolvaj, aki gondoskodott arról valamiként, hogy az a 80% az neki újra termelje majd, és az alatta lévő dió esetében régebben 50 év kellett, mire termőre fordult egy diófa, úgyhogy a természet gondoskodik szokásaiban, az alkotó részeinek, az élőlényeinek szokásában arról, hogy több nemzedéknek biztosítson elegendő, élhető közeget, élelmiszert. Meddig futtatja magát egy ilyen életvédelmi program bennünk? Tehát újra-újra valamiért újra teremti a körülményeket. Mi az üzenete ennek? Meddig fut egy ilyen? Nagyon messzire vezet, te kérdezted, úgyhogy válaszolok. Nekem személy szerint 1040 éves a legrégebbi párhuzam, amit találtunk. Schützenberger 700 évre visszamenőleg talált összefüggést a ma élő utód generáció és a 700 évvel ezelőtt élt felmenők traumái közt. Ő még nem ismeri az életveszélyek biológiájának elméletét, tehát ő traumában gondolkodik. Ezt, hogyha életveszélyre tesszük át, akkor sokkal gyorsabb a megértés, és a párhuzamokat is könnyebben felismerjük, hiszen a túlélt életveszélyeket alakítjuk ki újra, és így aztán Bulcsú vezér egyenesági leszármazottjának az esetét, ami 980 körül akasztották fel őt Lehel vezérrel együtt, és Bulcsú vezér egyenesági leszármazottja panaszkodott arról nálam, hogy ő képtelen elvállalni annak az egyesületnek, most politikai vagy sport valamiféle egyesülete volt, egy országos vezetést, hiába bíztatják, mert valamiért halálfélelme van. És mondtam neki, hogy nem halálfélelmed van, drága, attól félsz, hogy megölnek, ugye? Ledöbbent, hogy ezt honnan tudom. Hát most mondtad, hogy Bulcsú vezér egyenesági leszármazotta te vagy, tehát, hogy kénytelen életveszélyben érezni magát, amikor az ország élére kell állnia, hiszen minden körülmények között megpróbálja elkerülni a távoli ős halálához vezető körülmény kialakítását. Ez gyönyörű, de ha már megkérdezted, akkor tovább viszem, mert ez az 1000 év, ez csekéke. Ha 700 évre van bizonyítékunk, Schützenberger 42 évig tanulmányozta ezt a jelenséget, és ő állapította meg a 700 évet. Bulcsú vezérünk 1040 éve történt velük ez a borzasztó esemény, ami az országot azért a mai napig meghatározza. De 2000 évvel ezelőtt
2000 évvel ezelőtt is történt egy hasonló dolog, ami az emberiségnek az életét erősen meghatározta, és hogyha 700 évre hat ez a törvény, ez a biológiai törvény, 1040 évre is van bizonyítékunk, akkor elég erős a gyanúm, hogy 2000 évvel ezelőtt történt életveszélyek a mai napig éreztetik hatásukat az emberiségen. Amire gondolok, a szeretet tesz családtaggá, nem a vér, mondja Bert Hellinger. Én is ezt tapasztaltam az életveszélyek biológiájában. Tehát az a tanítás, mi szerint az, aki én bennem hisz, üdvözül, ahogy Jézus tanította, ha ezt úgy is elmerjük mondani, átmerjük gondolni, hogy aki engem szeret, az üdvözül, az a biológiával sokkal érthetőbbé válik hirtelen, hiszen aki szereti Jézust, a szeretet által családtaggá válik, és tudattalanul, anélkül, hogy neki bármit tennie kéne, elkerüli az árulást, elkerüli a megaláztatást, elkerüli az ő elpusztítására törekvő erők hatását. És nem kell megvárnia, amíg meghal, hogy utána üdvözüljön. Nem. Ez itt ebben a földi létben igazolást nyer. A biológia ezt kitűnően magyarázza. Csak elég szeretnünk Jézus Krisztust. És a tudattalan létrehozza. Vizsgáljuk meg egy kicsit ezt a tudattalant. Nagyon-nagyon okosan és praktikusan és hatalmas erővel, hatalommal bírva mindig segít elkerülni ugye a halál eseteket. És van egy ilyen biológiai rendszerünk, ami segít elkerülni a halált, mégis hogyan nyer utat a halál? Mert azért meghalunk, meghalogatunk. A biológia a legnagyobb valószínűséggel túlélhető életkörülményeket hozza létre számunkra. Nincs sajnos garancia arra, hogy túl is éljük. De hogyha letisztogatjuk azokat a tévhiteket, ami a hagyományaink elmúltával már bekerült nagy számban a tudattalan életvédő reakcióink közé, azáltal, hogyha nem beszéltünk át egy friss életveszélyt, vagy egy halálesetet, ami a hagyományban működött még. Hogy egy példát mondjak, annyira tipikus egy rossz anya-lánya kapcsolatban, mindig keresem az elhunyt csecsemőt, vagy a fiatalon elhunyt felmenőt valakit a családból oldalágon. Mindig megtaláltam eddig. Mert az a törvény, az a tévhit került a családba, hogyha imádom, szeretem a gyerekemet, akkor elveszítem, ezért nem foglalkozom az életben maradtal, elhanyagolom, és ha születik még egy, azt is elhanyagolom, hogy éljen. De ezt nem feltétlenül az anya teszi, hanem ezt a mintát kapta meg az újszülött, vagy a testvér, aki már akkor élt, és ez lesz az ő tudattalan, nonverbális kommunikációi, a mozdulatai, ezt fogják nemhogy kiprovokálni, hogy kell ezt nagyon szépen kiváltani, így kell ezt úgy mondani, hogy az megfeleljen a valóságnak. Ezt akaratunktól függetlenül kiváltjuk a másik emberből, ha kell az édesanyánkból, hiszen mi maradunk tovább életben, senki nem bízza a saját életvédelmét másra. Mi maradunk tovább életben, ha velünk úgy bánnak, hogy elkerüljük a testvérünk halálának a körülményeit. És elkezdünk úgy viselkedni. És egyszer egy képzés alkalmával valaki megszólalt, hogy ő ezt azért nem érti, mert az ő családjukban 22 csecsemő halt meg szerelmes házasságokban, és jók az anya-gyermek kapcsolatok, és jók a házasságok is. Hát én gondoltam, akkor én pályát módosítok, ez kizárt, ez biológiai kizárt. És hogy nekem akkor ezt nem szabad tovább hirdetnem. És kiderült, hogy nem a közvetlen fölötte lévő nemzedékben történt, hanem jóval távol dédapai, ükapai szinten történtek ezek a súlyos, nagyszámú csecsemőhalálok. Márpedig akkor még élt a három napig ravatal,
élt az átbeszélés, Gyertyafénynél élt a Sirató asszonyok intézménye, aki járt Sirató asszonyos temetésen tudja, hogy ott megfizették, hogy elmondja pontosan a halál körülményeit, és ahogy szoktam mondani, ez így hangzott, én magam részt vettem ilyen temetésen, láttam, ahogyan ezek az asszonyok kántálnak, és akkor nem értettem, de nagyon megfigyeltem, hogy itt miért történik. És azt mondták szó szerint, hogy nem azért halt meg ez a János, mert annyira jó apa volt, és kiváló férj, gondoskodott a családjáról, és a szeretteiért élt, hanem azért halt meg, mert a munkahelyén felelőtlenül bántak vele. És így nem értettem ezt kisgyerekként, de ma értem, Gyertyafényben, régebben az egész falu eljárt a temetésre. Nem csak a család, a szeretet tette családtaggá az embereket, én még az összes osztálytársamat szerettem. Lehetett ilyen-olyan vagy amolyan, kimentünk, az egész falu együtt játszott, vagy hát én egy lakótelepen laktam, de még nem felejtettük el a körtáncokat. Minden nap körtáncokat táncoltunk, és utána mentünk bújócskázni, és azok a gyerekek, nem, eszembe sem jutott, hogy valakit utáljunk. Nem voltak ilyen kiközösítések. Tehát amikor meghalt valaki, mindenki elment a temetésre. Az egész való annyi ember volt a temetéseken, és megkapta az életvédő információt az egész falu. Gyertyafénynél, mert nem elektromos kandelábelek voltak, gyertyafénynél, ima állapotban, az egész falu együttérző, nyitott szívével és nyitott szürke állományával betöltődött a szavak ereje, hogy a szeretet nem halálos, a gondoskodás nem halálos, a felelőtlenség halálos viszonylátásra. És az utód generáció ezt így tudta élni, ezért fontosak a hagyományok. Őrizgetjük őket, de már nem tudjuk mire való, aztán elhalnak. Utána meg kinézünk az ablakon és csodálkozunk a káoszon. Ahogy a biológia törvényeivel, ugye a hagyományainkkal is együtt kell élni. Az nem véletlen. Kapcsolódnék a káoszhoz, hogyha olyan a világ, hogy ilyen világvége hangulat van, sok a jel, túl sok a zavargás, a káosz rendszerben, és szűkebb, tágabb körülmények igazából ideálissá teszik a halált, mint kiutat, megmenekülést, illetve azt a valami szörnyűt, aminek a bekövetkezte már itt van a küszöbön, inkább elkerülve, inkább a halált választja az ember. Hogy viselkedik a tudattalan azokban az esetekben, amikor az ember jobban szeretne meghalni, mert úgy érzi, hogy belehal a félelembe? Attól függ, hogy az a tudattalan kommunikál-e a tudattal. Ha kommunikál a tudattal, mert az életveszélyek átbeszélésre kerültek, akkor ez egy ilyen, nem is tudom, taoista állapot, a nem cselekvés művészetével ezt a legnagyobb valószínűség szerint túl lehet élni, hiszen a tudat és a tudattalan kéz a kézbe jár, semmi dolgunk. Az égvilágon semmi dolgunk, létrehozza saját magától ez a rendszer, ez így van kitalálva. Amikor a tudatos információ egyezik, egy nyelvet beszél a tudattalan információval, harmóniának érzékeljük, hátradőlhetünk, élvezhetjük az életet, és a legnagyobb valószínűséggel túlélhető életkörülményeket és reakciókat ki fogjuk alakítani. Hogyha nem beszélget egymással a tudat és a tudattalan, mert már nem égett igazi gyertya a ravatalnál, már nem volt ott az egész falu, már nem beszéltük át a friss haláleseteket, vagy a túlélt életveszélyeket, ezért aztán életveszélyenként, vagy 30 tévhitet is újra kialakítunk, az, hogy most szegénység, betegség, vagy ellenségeskedés, vagy hirtelen harag, bármi, vagy a társadalom peremére kerülten élni, ezeket újra fogjuk élni, és lényegesen nagyobb veszélybe fogunk kerülni, mert azokat a életkörülményeket hozzuk létre, amik nem egyértelműen segítik a mi életben maradásunkat. Hogyha törekvőek vagyunk, akkor az elmúlt életveszélyeket összegyűjtjük, átbeszéljük, és ahogy tisztul le rólunk a régi életveszélyek tévhit anyaga,
annál valószínűbb lesz, hogy stresszhelyzetben, életveszélyben a normalitásra reagáló reakciót fogjuk adni. Úgy tudjuk növelni az életben maradás esélyét. Abban a pillanatban, amikor valaki önpusztító gondolatokat támaszt egy életveszélyben, az olyan, mint egy, jaj, ilyet nem is szabadna mondani, mint egy antibiotikum, de hát a szó jelentése életellenes szer. Az egy életellenes tevékenység, az ellenkezik a biológia törvényeivel. Márpedig akkor az tévesen került oda az a gondolat. Pont. Akkor meg kell nézni, ha valaki szeretne ennek a végére járni, hogy miért gondolja ő ezt. Itt említeném meg dr. László András, zseniális tudósunk gondolatát, nem tudom, hogy honnan jött rá, bár tudom, hogy a szufik is tudják, hogy itt az életveszélyeknek köze van az arckifejezéshez, ezt mindig el is mondom, hogy nem én hangsúlyozom egyedül, ezt a rendszert én fedeztem fel, hogy ez valóban minden gondolatunkban benne van, illeszkedik ez az elmélet a tudományos környezetbe, de hogy László András ezt miből szűrte le, csodálatos gondolkodó, azt állapította meg, hogy minden érzelem kóros, patológiás. Tehát amikor a tudat és a tudattalan kéz a kézben jár, harmónia van, derű, szeretet, mindenki ahhoz megy férjhez, akihez akar, olyan munkát végez, ami őt boldoggá teszi, és ebben az állapotban a tudat és a tudattalan kézet nem azt tart a legjobban életbe, hogy ahhoz menj férjhez, aki beszerelmes vagy? Hát van, aki szerint komolyan, amikor konzultálok, azt tartja életben őt jobban, ő azt mondja, hogy az a jó, hogyha ő boldogtalan és lelkiismeret furdalása van, ha csak a boldogságra rágondol. Ezek az érzelmek, ezek legalább annyira a sajátjának érzi valaki, mint amikor önpusztítani akar egy válsághelyzetben. És egyikhez sincs semmi köze. Ezek elmúlt életveszélyek lenyomatai, tehát akinek megmaradt egy csepp józan esze, az bőven elég ahhoz, hogy rendbe tegye magát, és megmentse magát, és megmentse a szeretteit. Mert csak meg kell nézni, hogy miért gondolom én ezt. És meg fogjuk találni az életveszélyt, ami ezt a gondolatot ébresztette benne. Amikor valaki félelemből inkább távozni akar, mennyire van józan belátásban? Mennyire van közel vagy távol ehhez, hogy ezt meg tudja tenni? Két úton válaszolok rá. Az egyik, amikor félelemből valaki távozni akar, az egy tüdőkülön programot fog elindítani, mert megoldás a halál a problémájára. Akkor azt kell megkeresnem, hogy kimaradt úgy élet, vagy kikerült úgy életveszélybe náluk valamikor, amikor a halál jobb megoldás lett volna. És van erre eset, és érdekes módon pont önpusztító gondolatokkal élnek az utódok, az ő emlékükre, tiszteletükre, hogy nem adja fel, hanem végére jár annak, hogy nálam mi okozza ezt az önpusztító gondolatot, egy számomra csodálatos, nekik pokoli családi életveszély. Az édesanyja karján a háborúban ringatta a gyermekét, és becsapott egy bomba a házukba, a fél házat elvitte, és az anyuka fél karját, és a gyereknek is mind a ketten életveszélybe kerültek, és egyetlen egy gyógyszer maradt csak a kórházba, amit az oroszok kukáztak elő a kórház romjai alól, és megkérdezték az anyukát, hogy kinek adják be. Hát itt a halál megoldás volt arra, hogy a baba éljen, és az anya lemondott róla, és meghalt, és a baba életben maradt. Innen eredtek az önpusztító gondolatok a családban. Sajnos öngyilkossághoz vezettek, mert sajnos még ez egy nagyon friss tudomány, de az anyukát már megmentik, és innen ölelem szeretettel a törekvését, hogy ő nem adta fel, ő ezt feltárja. És meg is értette, és minden életviteli, volt 4-5 életviteli problémája erre az egy életveszélyre gyönyörűen. Nyilván lakás problémái voltak. Szilvikem, akkor jól értem-e azt, hogy ugye mondtad azt, hogy amikor az őseink egészséges normalitás szerint átbeszélték ezeket frissen közösségben, egymás támogatása, segítése
érdekében, a szörnyűségek túlélése, feldolgozása érdekében ezeket a dolgokat, akkor ugye nem folytatódtak tovább ezek a minták. Most viszont mondjuk viszonylag még békés, normális környezetben érdekel az ember, így vagy úgy, közelít ahhoz, amit szeretne élni, vagy nem, de akkor megoldása továbbra is az, tehát a megoldás az-e, hogy ezeket ugye feltárni, átbeszélni, és akkor van esély arra, hogy ezek a mintázatok abba hagyják a harcot, amivel kezdtük a beszélgetést, és leteszik a fegyvert, befejezik végre a nem létező háborút. Nézd rám, én azért a naposabb oldalán állok az életnek, és nem volt ez mindig így, tehát a válaszom határozott igen. Dr. László Andrásra visszakanyarodva, ha minden érzelem patológiás, kóros, nincs ott helye, nincs helye, nem így van kitalálva a homo sapiens, hogy érzelmei legyenek, negatív érzelmei. Tehát van egy harmónia, erre vagyunk kitalálva, ettől bármilyen eltérés az egy életveszélyben szerzett tapasztalat. Ha valaki mindig mosolyog és boldog, hát lehet, hogy éppen úgy segítette, olyan tarka ez a rendszer. De alapvetően mindenki egyformán ebbe a harmóniából érkezett, ide a harmóniába a földre, és hogyha eltoltuk, ugyanúgy a harmóniával lehet távozni, hogy több legyen a bőröndünkbe, mint amivel ugye, amit megkaptunk, és abból mégiscsak úgy menjünk el, hogy hozzátettünk. Ennek kitűnő módja ez. És kitűnő módja a józan paraszti ész, hogy a biológia arra van kitalálva, hogy a következő pillanatban is életben maradj. Ehhez nyilván a legoptimálisabb körülmények kellenek. Tehát életszerűtlen, hogy valaki azt gondolja, hogy ő most fáradozzon azon, hogy neki rossz legyen, akkor biztos, hogy valami tévhit van. És ez egy akkora kapaszkodó, és annyira segíti a törekvést. És ha csak a félelmet nézzük, legyen ez egy világvége félelem, vagy egy betegségtől való félelem, mi végre fél valaki? Mi végre fél bárki? Kérdezem én, logikátlan. Józan paraszti ész, mire való a félelem? Hogy megvédjen bennünket. Attól az őserdőben ugye nem voltak ilyen bonyolult összeesküvés elméletek, és absztrakt gondolkodás sem nagyon, viszont a mi reakcióinkban nem a mai absztrakt gondolkodás fog helyet kapni, hanem az a pók, meg az a vipera, aki elől pillanatnyi túléléseket kellett végrehajtanunk ahhoz, hogy a következő pillanatban is életben maradjunk, mert nem azon gondolkodtak, hogy most ezen átkelek, ezen a lápon, hogy most a tetanusz baktérium fog elvéreztetni, vagy éppen egy vadállat támadása, amíg ott küzdök a mocsárral. Nem 100 évre előre akartak életben maradni, hanem a következő pillanatban. De a biológia nem egy olyan rendszer, ami 1000 év alatt így hajlandó lenne mozdulni. A mi reakcióinkban nem csak 1000 év múltja és tapasztalata rejlik, hanem az indiánok szerint valamennyi előttünk élt ősünk minden gondolata alakítja minden gondolatunkat. És már itt is vagyunk az Aaron Temkin Becki modellnél, hogy minden gondolatunk tudattalanul megszületett már, és csak mi véljük tudatosnak. A félelem tehát logikátlan, mert ha a következő pillanatban a túlélésemet segíti, meglapulok, leesik a vércukorszintem, hogy ne mozduljak. Leköveti az érzelmeimet a test, arra való, hogy lecsökkenjen a vércukorszintem, hogy meglapuljak, és ne mozduljak. Így segíti a pillanatnyi életben maradásomat. Na de, hogy 2 évig lapulgatni, akkor mikor szerzek táplálékot? Ez nincs összhangban a biológiával. És amikor megnézzük ezt a rendszert így, akkor mindjárt kiderül, hogy mit kell csinálni. Ha mindig félek, akkor itt valami nincs rendben. Volt ez a csodálatos dr. László András, aki ezt az életveszélyek biológiája nélkül is kitalálta. Ha már több tudós mondja egyszerre, meg még van rá közel 4000 esettanulmány, akkor érdemes végig gondolnom, hogy miért szolgálja, miféle tévhitek mentén az én félelmem az életben maradásomat. Mert hogy tévhit, az biztos. És így lehet kimásznunk a csávából, egyéni embernek is, és a társadalomnak is.
De ezt a társadalom nem csinálja meg helyettünk. Kimászok szépen én a csávából, és hogyha elég hitelesen tudom elmondani, amit gondolok, hiszen a nonverbális kommunikáció fontosabb, ahogy mondom, akkor talán azt mondja valaki, hogy ő is kipróbálja, ő is megnézi ezt a furcsa érzelmet, amivel ő már annyi ideje él, hogy utálja az anyósát, vagy fél az erdőszélen lakni. Mindegyikre van példa. De soha nem az anyós volt a bűnös. Soha nem, hanem ott mindig vissza lehetett vezetni Japán vagy Fülöp-szigetekre, ahol még harcoló alakulatok vagy önkéntesek vívják a kis háborújukat. Itt Magyarországon, Európában, itt az emlékeinkben, az át nem beszélt életveszélyeinkben történik ez, és ha valaki kételkedne, akkor nézze meg, ha valaki filmeket ma mindenki nagyon szeret nézni, csak jegyzetelje ki, hogy melyikek azok a filmek, ahol úgy érezte, hogy kitépik a szívét, vagy ahol úgy érzi, hogy nagyon derékig könyvbe tudja csak végignézni. Jegyzetelje ki, hogy pontosan mi történt ott, kik voltak jelen, milyen díszletekkel zajlott. Borítékolom, hogy a felmenői között ilyen életveszély történt. Eddig mindig így történt, kivétel nélkül. A szófordulatokban, az óvodás jelben mindenhol el van rejtve, a pszichológia tudja ezeket, mi csak mögé tettük a biológiai szabályrendszert, amivel értelmet nyert a pszichológiai megfigyelések sora, a csoportosításaik egy jobb megértést kapnak, tehát mindenkinek így tudnám ajánlani, hogy a biológiával együtt nézve a lelket sokkal nagyobb információhalmazból meríthetünk, a tévedés valószínűsége kisebb. Így tudom nagyon szerényen mondani, mert egyébként meg pontosan tudom, hogy ez így van. Az új germán medicina, a recall healing, a pszichológia egész más értelmet nyer, egymás erősítik, de minek a biológia nélkül, ha ez a 3D, ez a földi valóság, és ha egyszer ilyen csodás harmóniává lehet tenni. Említetted az összeesküvés elméleteket, és a mai embernek a tudomására jutott, hogy azért itt vannak olyan törekvések is, hogy akár 25 éve vagy 100 éve vannak nagyobb tervek is, amik az ember ellenvalók. Tehát az ember egészségi állapota, akár a népességnek a csökkentése, és amikor megtudja a tudattalan azt, hogy ez a tágabb rendszer, ez tulajdonképpen ellene van, és az életére tör, akkor milyen reakciót vált ki a tudattalan? Hogyan tud minket támogatni ebben? A tudattalan szegényke csak úgy tud támogatni, mert ő hozott anyagból dolgozik. De a tudat, az a picike, ami döntően befolyásolt bár a tudomány mai állása szerint a tudattalan által, de mégis a kvantummechanika világában nem mondhatjuk, hogy a tudatos megfigyeléssel nem megy odébb az az elektron, bizony mi hatással vagyunk arra, amit megfigyelünk. Ez a reménységünk, ez a törekvés. Hát Szent Ferenc törekvésnek hívta, nem tudok rá jobb szót. De valójában arról van szó, hogy egy törekvő ember megfigyeli, hogy mi a baja, miért az a baja, és mit szeretne, és ezt gyönyörűen kirajzolja ez a rendszer. Amikor összeesküvés elméletekről van szó, hát én magam elég unalmasan ugyanazt tudom mondani, hogy azért gondoljuk azt, hogy minket meg akarnak ölni, mert ez a gondolat, a tudattalan hozott anyagunk, át nem beszélt életveszélyeink maradékaként, az a mi reakciónk ezekre a hírekre, mert minden hírre mindenkinek más a reakciója, a saját életveszélyei szerint generációk óta, amit ő hoz, csak úgy tud reagálni, nem tud máshogy. És az a reakció, hogy ha ő ezt gondolja, akkor ő tovább marad életben. Mindegy, mit gondolsz. A tudattalan azért gondoltatja veled, mert úgy véli, hogy tovább tart életben. Az a reakció, ha van összeesküvés elmélet, ha nincs, nézd meg a tudattalan tartalmat, mennyire felel meg a realitásnak az az információtartam, nézd meg a családod életveszélyt, nézd meg, mit szeretnél, és mi a bajod? Ezt a két dolgot már itt elvérzik az emberek többsége, mert hogy ezt nem nagyon tudjuk. Legalább 70 és 120 életviteli problémával birkózzuk mindenki. Ha bevallja, ha nem.
de amiért nem tudja, az a másodlagos életvédő mechanizmusok, ha nem tudom, mi a bajom, nem tudom megváltoztatni, és életben maradok. Mert akkor a tudattalan tud ránk hatni. Azt csinál velünk, amit akar. Ezt a történetet mindenképpen józan paraszti ésszel is meg kell vizsgálni. Akkor is, ha van háttérhatalmi összeesküvés, akkor is, ha nincs, az ebben való állásfoglalás nélkül, azért, mert a józan paraszti észt akkor tudom használni, ha nem foglalok állást, mielőtt használnám. Tehát az állatvilágban az agresszióval, tehát hogyha most egy patkány vagy egérkísérletet, hogyha ha hozok, amikor a laborpatkányok nagyon intelligensek, és jólétben, bőségben éldegélnek, szaporodnak, és hogy a zsúfoltság megjelenik, a szaporulat csökken. Ugye megnövekszik az agresszió, és ha nem kedvezőek az életkörülmények, saját magától le fog csökkenni az egyedszám. Ezek biológiai törvények, ugyan, csak a homo sapiens gondolja azt, hogy nincs így. Már eleve, aki a túlnépesedés miatt aggódik, anélkül, hogy állást foglalnék bármiben, mert azt megelőzően a józan paraszti észt használunk, miből gondolja bárki, hogy a homo sapiens nem találja ki, hogy nem tud annyit, mint egy egér populáció. Ez a két válaszom van erre. Vizsgáljuk meg tehát, hogy mi van a mi puttonyunkban, mi az, amitől félünk, miért pont attól a világ végétől, miért pont attól az összeesküvés elmélettől félünk, ami lehet ettől függetlenül, mert józan paraszti ésszel belegondolunk, ha ekkora káoszban élünk, akkor igen, valószínűleg a háborúban sokan életben maradtak úgy, hogy kárt okoztak a másiknak. Első világháborús példa, lából lőtték egymást, mert mehet kórházba, és hazamehet. Csupa szeretetből. Nem mondja senki, hogy nem hallott még ilyenről. De ha nem beszélték át, mert nyilván nem ezzel büszkékedtek el, amikor hazamentek. Az utód generáció, anélkül, hogy tudná, ártani fog a környezetének, hogy életben tartsa. És ha valakinek így jött haza a nagypapája, vagy ükpapája az első világháborúból, az ő nonverbális kommunikációban, viselkedésében, hangolejtésében, kézmozdulataiban ez fog megnyilvánulni, és így fognak vele viselkedni, és mindenki hibás lesz szerinte. De attól az még csak az ő hős nagypapája, aki nem azonosult egy ostoba politikai nézettel és a saját valóságában megmentette, mert tudta, hogy 22 gyereke várja otthon, és szépen egy okos dolgot kitaláltak, hogy hogy lehet innen hazakeveredni. Köszönöm szépen, Szilvikém. Itt folytatjuk, jó? Ja. Mert akkor rögtön ehhez kapcsolom majd a következő beszélgetésünk köszönöm első szépen. Kérdését. Én köszönöm neked nagyon. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra! A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát, és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu